Hatalmas freskó díszíti Ófehértó római katolikus templomának falát. 1953-ban tárták fel a szinte az egész északi oldalt kitöltő és a többi kisebb kiterjedésű falfestményt. Most állványok körében a 11. században építeni kezdett, majd 1641-ben mostani nagyságát és formáját megkapó műemléktemplom. A teljes külső és belső felújításra a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye pályázott sikeresen a top turisztikai pályázatán. Most, amikor a projekt által megtörténik a felújítása, ami azt jelenti, hogy teljesen külső és belső felújításban részesül a templom. A belsőnél tulajdonképpen a padfűtés megtörténik, a falaknak a festése, rendbe hozatala, helyreállítása, egy teljesen új világítás, hangtechnika, ami bekerül a templomba, a padok felújítása is megtörténik. Bízom benne, hogy az idők múlásával a restaurálás is, illetve az orgona felújítása is idővel megtörténik. Kívülről egy teljes felújítás, és mi nagyon örülünk annak, hogy bár hozzáépült a templomhoz egyszer egy lourdi barlang, ez most elbontásra került, de csak ideiglenesen. Nem véletlen, hogy az Ófehértói templomra esett a választás a turisztikai programban. A hely ugyanis Mária Pócs közelségének köszönhetően is igen jelentős idegenforgalomnak örvendett az utóbbi évtizedekben. Nagyon-nagyon sokan vannak, akik ide betérnek. Azt mondhatjuk, hogy amikor a szezon elkezdődik, de a szezonon kívül is folyamatosan csörög a telefon, folyamatosan jönnek az ország különböző pontjairól, és annak örülünk, hogy nem egyszerűen csak betérnek és körülnéznek, hanem idegenvezetést is kérnek. Ezen kívül pedig aminek külön örülünk, amikor mindig elhangzik az imádság, elhangzik az ének is magában a templom belső falain belül. Rendszerint sokan úgy érkeznek, hogy mindig egy már meglévő, előkészített zarándokút során érkeznek ide. A top turisztikai program keretében nyírbéltek római katolikus templomát, valamint nyírvasvári kápolnáját is korszerűsítik. Emellett a Mária Pócsi templom környékén és a Nyírbátori Minorita templom kolostor udvarán valósulnak meg különféle fejlesztések.